Szeretettel üdvözlöm a Bács-Kiskun megyei televízió nézőket, innen a Kiskörös televízió stúdiójából. Ez a Mi megyénk című magazin műsor, amely minden hónapban jelentkezik azzal a céllal, hogy tájékoztassa önöket, Bács-Kiskun megye lakosságát arról, hogy mi minden történik itt szűke Pátriánkban. Vendégünk pedig ma is Rideg László megyei közgyűlés elnöke. Köszöntöm, elnök úr! Én is köszöntöm a kedves nézőket is. Nagyon sok mindenről kell beszélnünk, úgy, ahogy már az elmúlt alkalommal is sok mindenről beszéltünk, és az elmúlt jó néhány adásban is sok mindenre kitértünk. Vannak visszatérő témáink, és mindig vannak újak szerencsére, úgyhogy remélem, hogy velünk tartanak a mai alkalommal is sokan, és tájékozódnak arról, hogy mi történik Bács megyében. Bács-Kiskunban itthon vagy, fontos, hogy ezt tudatosítsuk ismét magunkban, és elsősorban a fiatalokban, hiszen az ösztöndíj program nekik szól, amelynek újabb állomásához érkeztünk el, hiszen a napokban megszületik a döntés, és természetesen már az aktuális fordulónak a kifizetése is hamarosan, jól mondom? Így van, tehát pályázatok beadása, meg hiánypótlása megtörtént. Ha valaki lefelejtett valamit, akkor azok többségében a fiatalok pótolták. Ugye ez a pályázati rendszer a megye egy részén érhető ma még csak el, és a szakmát tanulók közép- vagy felsőfokú szakmai képzésen résztvevők pályázhatnak, és az erre a fél évre jutó 250 000 forint döntés vár csupán, néhány nap még, amíg ez megszületik, és decemberben a szerződéseket alá is fogjuk írni, és kifizetésre is kerülnek, tehát karácsony előtt szerintem mindenki meg fogja kapni ezt a pénzt, és fordíthatja a tanulmányaira, tehát úgy gondolom, hogy ez nagyon tisztes összeg, és nagyon jó hatása van, hát több mint 200 jelentkező volt, hát remélem, hogy közülük azért majdnem 200 meg is fogja kapni ezt a pénzt. Többször elmondtuk, hogy a végleges szót elnök úr mondja ki, vagy hogy ki az, aki megkapja. Igen. Kik azok, akik segítenek? Mert hogy itt azért van egy testület is, amelyik segít. Hogyne, tehát nyilván a megyei elnök nem ismerheti a pályázókat a megye területéről, viszont a járásban levő polgármesterek tanácsa, tehát akik érintettek ez ügybe, ők tesznek javaslatot arra, hogy a diákok mennyi ösztöndíjban részesüljenek, és hát eddig az volt a szokás, hogy az lett a végeredmény is, amit a javaslatban ők támogattak. És lesz újabb forduló, és ezt mindenképpen természetesen fontos. Ezt ismét el kell mondani minden diáknak, vagy akinek ilyen ötlete támad. Ez szerintem nekik is jó, hiszen havonta 50 000 forintos támogatásba részesülhetnek, ez egy tanév alatt, ez 500 000 forint, és cserébe annyit kell vállalniuk, hogy utána, amikor a szakmai tanulmányokat befejezték, ez lehet, hogy egy év, lehet, hogy három év, attól függ ki hány éves éppen, vagy hol jár a tanulmányai folytatásában, és ugyanannyi időt, tehát mondjuk ha egy évet kap, akkor egy évig Bács-Kiskun megye területén belül kell majd elhelyezkednie. Ugye ez ma, mikor ennyire keresik a munkaerőt, ez abszolút nem probléma, vagy nem látszik problémának, szerintem utána se lesz, és ennyivel is szeretnénk, mondanám, hogy akár első munkahelyet biztosítani a megyébe, hát ha a kötődés még erősebb lesz. Most itt jutott eszembe, hogy találkoztunk ugye múlt héten a pályaválasztási kiállításon, itt Kiskörösön elnök úr is körülnézett, és hát nagyon jó lehetőségek vannak a megyében, sok fiatal eljött, és reméljük, hogy él is vele. Nagyon sok lehetőség van, hiszen most a cégek keresik, vadásszák, már akár mondhatnám, a munkaerőt, és ugye a toborzást azt nem úgy kell csak gondolni, hogy na, kire van szükség éppen holnap, hanem majd jövőre, egy év múlva, két év múlva, és hogy lehetőséget teremtettek itt arra, hogy a fiatalok ismerkedhessenek. Hát azért valljuk be, mit tud ma egy mai fiatal, hát de megkérdezhetem nyugodtan a felnőtteket is, hogy mit tud ma egy mai felnőtt arról, hogy milyen munkát kell végezni éppen adott gyárba, vagy milyen tevékenységeket kell ott csinálni, milyen készségre, tudásra van ahhoz szükség, hogy a mai korban valaki jól megtalálja a helyét, tehát nagyon keveset tudunk. Hát mindenről tudunk egy keveset, egy mondatot, kettő mondatot, három mondatot, de valójában nem ismerjük a munka köröket se, hiszen azért mondanám, hogy szinte évente születnek új szakmák is. Tehát nagyon kevés ismeretünk van, a pályaválasztási tanácsadó, amiből három van a megyében, mi vagyunk Bács-Kiskun megye, az ország legnagyobb megyéje, tehát igazából szakképzési centrumból is igazából itt van három, a többi megyében egy, meg kettő van,
Tehát nálunk van 3 szakképzési centrum is, és 3 pályaválasztási tanácsadás is éppen ezért. Úgyhogy én örültem neki annak, hogy nagyon változatos volt, és a fiatalokat figyelmét fölkeltő dolgokat. Tehát volt olyan iskola például, amelyik egy 3D-s nyomtatóval jelent meg. Tehát nem hozta az érmeket, nem hozta az okleveleket, nem hozta ezt, hanem hozott egy 3D-s nyomtatót, ahol lehetett nyomtatni, és ugye ma egy fiatalnak ez nagyon megkapó. Illetve hát sok helyen lehetett kóstolgatni, ismereteket gyűjteni, beszélgetni, diákokkal is, tehát nem csak szigorú tanárok vagy szakoktatók álltak ott, és ők meséltek, természetesen ők is ott voltak, hanem a diákokkal, tehát hasonló korosztályban azért meg lehetett találni a kapcsolatot, akit érdekelt és aki eljött. Mert nem a 3D-s nyomtató az, ami a következő témánknál előkerül, de mindenképpen kapcsolódhat ide, hiszen egy nagyszerű szakma a borászat, a szőlészet, a gyümölcstermesztés, innentől kezdve mondjuk a pálinka készítés, hiszen nagyszerű borászatok, nagyszerű pálinka főzdék vannak, tehát amelyek erre a növénytermesztésre épülő cégek, vállalkozások. És akkor ide kapcsolhatnánk, hogy ismét megválasztották Bács-Kiskun megye szőlőpálinkáját, és Bács-Kiskun megye legeredményesebb pálinka főzdéje is ismét megnevezésre került Kecelen, a hagyomány szerint. Hát Kecelen most már elég régóta megrendezik a Kárpát-medencei, tehát nem csak a magyarországi, hanem az egész Kárpát-medencéből a pálinka főzők és a főzetek versenyét. És ugye mivel Bács-Kiskunban rengeteg szőlőterem, tehát a egyharmada a szőlőtermésnek, az ország szőlőtermésének, az itt terem meg Bács-Kiskun megyébe, és az elmúlt években nem csupán borfeldolgozásra, hanem pálinkára is futotta ebből, hiszen rájött mindenki arra, hogy ezek az illatos szőlőkből szenzációs pálinkát lehet csinálni. Ő a tavaly évben már egy-két borász panaszkodott is, hogy nem tudott elég irsait mondjuk fölvásárolni, vagy cserszegiből is kevesebb volt, mert hogy eljönnek az ország hegyvidéki részéből is, és itt megveszik az irsai szőlőt, hogy otthon földolgozzák pálinkának. Meg ugye az elmúlt évtizedben most már a gépi születelés előtérbe került, és ez azt jelenti, hogy a szőlőszemeket lerázzák, és most már nincs a bogyókon kívül, nincs ott a szőlőnek az a része, amit ugye valamikor arra használták, hogy pálinka főzés legyen a törkölyből, tehát sokkal kevesebb ilyen van, úgyhogy a szőlőszemekből főzik most már a pálinkát, fantasztikusan jó pálinkák kal neveztek, és pálinkák kerültek Kecelre, és ebből a megyei önkormányzata éppen a szőlőnek, a hírnevének növelése érdekében a szőlőpálinkát díjazza. Tehát a legjobb szőlőpálinkát, és most egy cserszegiből készült szőlőpálinka nyerte meg a megye legjobb szőlőpálinkája díjat. Ugyanaz a kiskörösi cég, aki most már 3 éve irsaival nyert, most a cserszegijét választotta a zsűri a legjobbnak, illetve az összesítés alapján a beérkező pálinkák átlaga szerint pedig a legjobb pálinka főzdőnek a madarasi pálinka főzde bizonyult, úgyhogy most ők vihették ezt a címet haza, illetve ez a két pálinka készítő cég teheti ki az üvegekre a megye legjobb pálinkája, illetve a megye legjobb pálinka főzdéje címet és emblémát. Ugye a kiskörösi főzdét, hogyha nézzük, akkor a Mátyás Pálinkaházról van szó. Igen. Ez még az igazsághoz, vagy hát a pontossághoz hozzátartozik. És hogyha már szőlőről volt szó, akkor mindenképpen ejtsünk szót az első Bács-Kiskun megyei bormustráról is, amelyet november 9-én Kecskeméten rendeztek. Mi ennek a célja? Hogyan jött ez? Nyilván itt is valamiféle marketing tevékenység áll a háttérben. Igen, tehát ugye sok szüreti fesztivál van, ahol a helyi termelők leginkább bemutatkoznak. Sok országos borfesztivál is létezik, mi olyat akartunk csinálni, ami eddig még nem volt, hogy a megyei borászokat gyűjtsük össze, és bemutathassák azt, amiről eddig beszéltünk, hogy ilyen klimatikus feltételek mellett itt a Bács-Kiskun megyei különböző talajokon, ahol sok homokos talaj is van, de hát azért löszös terület is található, sőt a déli részeken azért még barnább földeken is termelnek szőlőt, és amiből bort készítenek, hogy összehozzuk a
borkészítőket egy alkalomra. Egy olyan alkalomra, ahol a megyei borászok jelennek meg, csupán négy féle bort hozhattak, tehát nem a teljes általuk készített lehetőségeket mutatták be, éppen azért, hogy összehasonlíthatóak legyenek. Tehát mindenkinek egy rozéra, egy vörösborra, illetve egy illatos fehér, meg egy nem illatos fehér borra volt lehetősége, és egy nagyon jó szakmai találkozó is kialakult. A borászok egymással is beszélgettek, nem csak megkínálták és kóstolták egymás borait, hanem tényleg egy alkalom volt arra, hogy közösen lépjünk előre a bor témában, tehát ne csak mindenki a saját útját járja, a saját elgondolásai alapján, hanem egyeztetett utat is keressünk. És ehhez meg kell nyerni a megyének, a megyében élő embereknek a bizalmát is. Ő oda jött hozzám néhány megyei vezető, hiszen meghívtuk a megyei vezetést minden tekintetben. Voltak ott a gazdasági életvezetői, a politikai életvezetői, a szakmai életvezetői is, tehát olyan 200 vendég volt, aki ezen a Sheraton hotelben szálló nagy termébe tartott bormustrán, tehát elegáns körülmények között ott volt, és megkóstolhatta a borokat. És hát az volt a közös vélemény, hogy nem kell messzire utazni jó borért. És hogy meglepődtek, hogy mennyi jó bort lehetett kóstolni, mennyi jó borral találkoztak, és ebben benne voltak a fiatal borászok is, tehát 20-30 évesek is, meg hát a nagy borászatok is természetesen ott voltak, és hogy mennyien pozitív benyomást keltettek a megyei borok a vendégekbe. Tehát volt olyan, aki azt mondta, hogy egy hasonló előző látogatáson kóstolta meg tényleg először a megyei borokat igazán, na azóta nem vesz se ajándékba, se magának másmilyen bort, hanem a megyei borászatokat preferálja, és ugye a megyei önkormányzatnak, a Bács-Kiskun megyei az alapvető dolga, hogy a Bács-Kiskun megyei termelőket segítse. Nagyon sok ember él még a megyébe a szőlőtermelésből, meg a borkészítésből is. Tehát nagyon sok családnak meghatározó az életében az, hogy milyen volt az az évjárat, időjárásban és születelés mennyiségben, és így tovább, és így tovább. Tehát mi ezért támogatjuk ezt, és erre egy szenzációs alkalom volt, oldott, kötetlen formában. Nagyon jó tapasztalatokkal zártuk, úgyhogy jövőre folytatjuk. Volt itt egy jótékonysági borárverés is. Így van. Igazából, ha már ott voltak a meghívott vendégek is, akkor volt egy nemes cél is közben, ami előkerült. Böjte Csabának az egyik árvaháza, ahol a szegény sorsú elhagyatott gyermekek élnek, Gyergyó Szent Miklós mellett. Ott, mivel a maga az épület az a várostól 5 kilométerre van, tehát naponta bejárásra van szükség, és hát ugyan Erdélybe sokan gyalogolnak még mindig naponta is, de hát azért a gyermekeket nem lehet az útszélén gyalogoltatni nap mint nap, tehát egy kis busz szállítja őket be iskolába és vissza, és hát ez a busz nagyon tönkrement már, és annak megsegítésére egy másik busz vásárlásához volt lehetőség árverésre, és hát nagyon szép megyei borokat lehetett, egy 6-os karton összeállítottunk a megyei kínálatból, és azokra lehetett licitálni. És egy nagyon szép összeg, tehát 300.000 forint fölötti összeg gyűlt össze. Maradva a boroknál, és a helyszínnél is, ugyanezen a napon egy nemzetközi konferenciát is tartottak ennek. Mi volt a lényege, mi volt a célja? Hát a megye, ahol csak tudja, segíti a borászokat is, ezt említettem, és ennek egyik formája, vagy másik formája az, hogy pályázott a Bács-Kiskun megye önkormányzat, és nyert a határon átnyúló együttműködési pályázaton, ez jelen esetben a szerb-magyar határon átnyúló, úgyhogy van egy közös IPA projektünk, amely egy dunai borút kiépítése ötleteből származik, hogy a Duna mentén összekötni a magyarországi, a Bács-Kiskun megyei borászokat, illetve a vajdasági borászokat. Tehát gyakorlatilag ennek a projektnek volt a nyitó rendezvénye, és akkor ha már itt úgyis ott voltak a megyei borászok, akkor ezt kötöttük össze, ezt a konferenciát tartottuk meg. Vajdaságból is érkeztek borászok, és ez a közös projektnek az első gondolatépítése történt itt Kecskeméten szintúgy az egyik este meg.
További eseményeket fognak majd szervezni, konferenciákat, találkozókat, hogy sikerüljön összehozni. Okosítást és kapcsolatteremtést. Tehát ez körülbelül egy jó egyéves időtartamú projekt lesz, és szakmai tanfolyamokat tartunk a borászoknak. Azért titkoltan és nem titkoltan alapvető cél az tényleg, hogy összehozzuk a borászokat, hogy lássák meg a közös tevékenységet, és egymás segítsék inkább. Valamikor a többi borvidék is hasonló gondokkal, feladatokkal küzdött, és ott eljutottak egy odáig például, hogy ha valaki elment egy adott pincébe, akkor ott megkóstoltatták nyilván a vendéggel a saját boraikat, de ajánlották a szomszédot is. Uh-huh. Tehát, hogy idáig azért el kell jutni, mondanám, hogy fel kell nőni, hogy nem csak az enyém a legjobb, tehát csak azt kell mondani, mert nem biztos, hogy a vevőnek is hasonló az ízlése. Hanem tényleg támogatni kell ezt. A Villány egyébként valamikor így indult el. A közös az így épült össze, hogy ide is lehet jönni, oda is lehet, sétáljon az utca másik oldalára át, és így tovább. Tehát megkeresni a közös kapcsolódási pontokat. Itt nyilván a megyébe is ezt meg lehet csinálni, itt nyilván nem egy utcáról van szó, kivéve a pince falvainkat, amelyek szintén Európa hírűek, és még nem eléggé Európa hírűek, hiszen ekkora pince falvak, mint itt Hajóson vagy Császártöltésen, például hát nincsenek másutt Európában. Tehát, hogy ezt a lehetőséget fokozzuk, illetve föl tudjunk építeni egy olyan borutat, hogy akinek ehhez van kedve, már pedig azért ilyen van, hogy több pincét is meglátogasson, és nem csak a szomszéd utcában, hanem egy másik településen is, azoknak tudunk így segítséget adni. Nem csak a borászok szakmai képzéséről gondoskodik a megyei önkormányzat, hanem a polgármesterekről is évről évre. Ugye a ciklusban most már 8. alkalommal került megrendezésre a polgármesterek szakmai fóruma. Az idén ismét Kecskeméten, vagy ezúttal ismét Kecskeméten. Igen, hát minden egyes évben, fél évente egyszer, tehát évente kétszer tartunk egy ilyen kétnapos szakmai tanácskozást a polgármesterek számára, aminek a legfőbb célja az, hogy oldott, kötetlen állapotban, tehát nem csak azért, hogy be kell rohanni akár a megyeházára, akár máshova, és ott meghallgatni egy előadást, ahol elmondják az okosságokat, hanem hogy legyen mód és lehetőség kötetlenül beszélgetni. Hiszen azért az ember polgármesterként is, de minden ember életében nagyon sokat tanulunk egymástól. Tehát nem attól, ami e-mailbe érkezik, abból is tanulunk, de attól is, amikor személyesen beszélgetünk, hogy akkor te hogy csinálod a részleteket, így lehet megtudni a finomságokat, meg a pontosságokat. Úgyhogy természetesen voltak itt államtitkárok, klímáról szó, hogy hogyan, milyenek lesznek a következő uniós kiírások, és hogy például ma már biztosan látszik, hogy több mint negyed része a pályázatoknak a következő uniós ciklusban az tuti, hogy klímaváltozással kapcsolatos projektekre fog érkezni csak. Ez lehet, hogy el fogja érni, attól függ, mennyire lesz szélsőséges az időjárás a következő egy-két évben, akár elérheti a felét is, hogy másra nem adnak pénzt, hogy az a felét legalább arra kell, ami kapcsolódik a klímaváltozás mérsékléséhez, valami hasonló uniós célú projekteket lehet csak megvalósítani. Tehát ilyen tájékoztatás is elhangzott, hogy előzetesen készüljön mindenki, de természetesen a megye különböző részeiről, például kecskeméti fejlesztési elképzeléseket meghallgattuk, hiszen Kecskemét ugye én úgy gondolom nem csak a megye fővárosa, lassan az ország gazdasági fővárosa is lesz. Bács-Kiskun megye most a legújabb számolások és statisztikák szerint ma már a harmadik legfejlettebb megye az országban, a fejlődés ütemét tekintve is, tehát a GDP-hez való hozzájárulás, és nyilván ebbe zömmel a Mercedes és a környezetébe települt iparvállalatok viszik el a legnagyobb volument, de ez húzóerőként hat az egész megyére. Úgyhogy a kecskeméti önkormányzat egyik tanácsnoka jött el, és ő mutatta be, hogy milyen elképzelések, fejlesztési ötleteik vannak Kecskeméten és környékén, illetve hát milyen az iparőzési adójuk, mire hasznosítják ezeket, tehát például erről is. És a jó tapasztalatokban meghívtunk másokat is, az ország más részeivel érkezett településeket is, vezetőit is, hiszen például megvalósítottak ilyen néhány száz fős faluba olyan fejlesztéseket, amiért minta falvakká lettek, tehát most nem csak az okos falvak című jelszót mondom erre, de tényleg
megvalósították a napelemes dolgaikat, hogy gyakorlatilag nincsen szükségük másmilyen energiára, szinte lenullázták a másfajta energiát, vagy az egyik kicsi Baranya megyei faluba, amely szintén néhány száz fős, alsó mocsoládi polgármester is itt volt, ahol a közösségre helyezték a hangsúlyt, hogy olyan embereket vártak, várnak abba a faluba, akik együtt szeretnének gondolkodni. Tehát egyfajta tesztet is előtte megiratnak, és mindenki ugyanoda, hogy közösségbe szeretne élni. Mert az is egy dolog, ha valaki leül a gépelés és az internet világában nap mint nap elvadászik, és navigálja magát, és az életét leköti, de azért szemtől szembe azért sokkal több hasznos és tapasztalatot és élményt lehet gyűjteni a közösségekből, és például ebben a faluba is 301 néhányan laknak, 11 civil szerveződés van, tehát gyakorlatilag mindenki valamilyen klubnak tagja, és hogy milyen szenzációs dolgokat hoznak így össze, kreativitásuk így határtalan, hiszen egymással töltik az időt. Tehát nem beülve a televízió vagy a számítógép elé, hanem esténként, délutánonként közösen agyalnak azon, hogy a kicsi falut hogy lehet szebbé, jobbá tenni. Úgyhogy a polgármesteri fórumonak tényleg sokszínű volt a lehetősége, meg a felvonultatott előadók, illetve a beszélgetésre volt lehetőség, mert azért, én még egyszer mondom, ez nagyon sokszor hiányzik, hiszen az idő az mindenkinek idő, és a legtöbben azért nap mint nap rohanunk, de aki most erre rászánta azt az egy vagy két napot, az ott alkalma és módja volt megkóstolni a megye legjobb borait, alkalma volt beszélgetni államtitkárokkal, szakmai kérdéseket föltenni, és ilyenkor nem kell időpontot egyeztetni, hanem így adja magát a lehetőség, és külön megbeszélések is voltak például az államtitkárokkal, főosztályvezetőkkel. Fontosnak tartják a polgármesterek, hogy ott legyenek? Tehát igen. Látják ennek igen. Az értelmét, gondolom. Igen, tehát aztán... ugye 118 település van, és olyan 100 környékén vagyunk ott. Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám, hiszen azért nyilván nem lehet olyan dátumot kitűzni, ami mindenkinek igen. Jó, akár családi okok miatt, akár betegség, vagy más irányú tényleg fix elfoglaltság miatt. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép szám. Így van. Nagyon sokat beszélünk hónapról hónapra a megye nemzetközi kapcsolatairól is. Talán a Lengyelországgal való kapcsolatról kevesebb szó esett. Most azonban volt egy esemény a hónapban, november 9-én ez is, ami Lengyelországhoz köthető. Igen, hát a magyar nép és lélekben én úgy vettem észre az ismerőseimen is, meg magamon is, hogyha úgy választani kell, hogy melyik ország népével szimpatizálunk talán legjobban, akkor valószínűleg a lengyelek végeznének ebben a kutatásban az élen. Már genetikai vizsgálatok is talán kimutatták, hogy a legnagyobb rokonság, a régi rokonság a két nép között van, de valahogy úgy szellemiségében is. Hát ha visszagondolunk erre a kapcsolatra, akkor ez nem ma kezdődött, a magyar és a lengyel nép között, hanem nagyon régen. Most viszont az apropót az adta, hogy éppen 100 éves most, vagy akkor volt 100 éves napra pontosan a lengyel államnak az újra megalakulása. Tehát az első világháború utáni újraalakítása, és hát ennek tiszteletére a megyeháza előtt felhúztuk a lengyel nemzeti lobogót, meghallgattuk a lengyel himnuszt, és hát a nagykövet helyettes asszony segítségével emlékeztünk Lengyelországra, hiszen ha most nagyon egy-két dolgot, hát voltak közös királyaink. Volt, ugye Magyarországról lehet, hogy kevesen tudják, hogy az Árpád ház adta Európa számára például a legtöbb szentet. Lengyelországnak is adott kettőt, úgyhogy ma óriási tisztelet van Lengyelországban mind a két magyar királynő iránt, és ugye negyedik Béla lánya is ott oda került feleségnek, és megalapította ezt a Clarissa kolostort, ami valamikor a magyar-lengyel kereskedelmi útvonal mellett feküdt, egy Stary Sącs nevű Dunajec folyó partján levő kisvárosba. A város jelképében ma is benne van az ő alakja, és óriási tiszteletnek örvend. Azon kívül Hedvig, illetve lengyel változatban az ő nevét Jadvigának mondták, tehát ő is a lengyel szentek közé került be, tehát adtunk két
közös, van két közös szentünk is. Aztán hát gondoljunk vissza 1848-49-es szabadságharcra például, amikor lengyel tábornokok és lengyel vitézek, közemberek is küzdöttek itt, 1000 fölötti létszámba harcoltak a magyar szabadságharcba, de hát Debinszkit és Bemet, és nyilván meg tudom említeni, mint vezetőket. Vagy gondoljunk arra, hogy az első, illetve hát a szeptemberben, amikor először a II. Világháború idején megtámadta Lengyelország először, majd a Szovjetunió megtámadta Lengyelországot, akkor a magyar határon át menekült több mint 100 000 lengyel, és menekült Magyarországra, és úgy éltek itt, hogy például a Balatonparton lengyel iskola, lengyel gimnázium működött, lengyel nyelven tanították a diákokat, akik itt éltek, és nagyon sokáig ide menekültek akkor a lengyelek, és Magyarország segítette őket. A felkérés ott is elhangzott akár még arra is, hogy akár Magyarország is támadja meg, vagy zárja le a határait, és nem tette ezt. Úgyhogy ez a közös királyok emléke, meg a királynők, meg egyébként is a kapcsolatok. Nagyon sok magyar fejedelem menekült például Lengyelországban, de lengyelek is találtak nálunk menedéket az elmúlt évszázad során, tehát én úgy gondolom, hogy ez a közös lelkiség egy apropót adott arra, hogy Kecskeméten is a megyeház előtt megemlékezzünk Lengyelország hát legújabb kori újjászületésének 100. évfordulójára. És ha már egy 100. évfordulóról beszélünk, akkor mindenképpen itt érdemes megemlíteni, ugye, hogy az első világháború lezárultának is 100. évfordulója van, és egy kiadványt jelentett meg a megyei önkormányzat, amelyben első világháborús emlékművek kapnak majd szerepet. Igen. Bács-Kiskun megyéből természetesen. Igen, a megyei honlapon már láthatóak ezek az emlékművekről készült fotók, és ugye azt, ha visszagondolunk a történelembe, ezt akkor nem hívták első világháborúnak, mert nem gondolták, hogy lesz második. Tehát ez volt a nagy háború, amely óriási vérvesztességgel járt. Nagyon nagy vérvesztességgel, tehát ez volt az, amit kevés ország bírt kiheverni. Magyarországot is nagyon megviselte, megtizedelte ez a háború. És ugye a nagy háborúra emlékeztek sokáig az emberek, úgyhogy erre a nagy háborúra olyan gyönyörű emlékművek születtek, amelyeket most összegyűjtünk a megyébe, és ezeket fogjuk kiadni naptárformájában is, mert sokszor arra egy emlékezés ma nagyon sokszor egy emléktábla elhelyezésével jár. Természetesen, de akkor minden egyes településen akkor a veszteség volt az apákba, a gyermekekbe, a testvérekbe, a férfi lakosságba, hogy ott kitették szívüket, lelküket, anyagi lehetőségeken túl is, és olyan szobrokat és emlékműveket, amelyek gyönyörűek. Tehát művészi alkotások, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy a megyébe ezeket megbecsülik, és szerepelnek a megyei értékek között is, tehát amiket összegyűjtött a Bács-Kiskun megyei önkormányzat. Úgyhogy ahol lehet, annak is most készül a megyei értéktárnak egy újabb kiadványa, és az újonnan beérkezőket abban is megjelentetjük. Csodaszépek! Ami visszatérő témánk minden hónapban, az ugye a TOP, a Terület és Település Fejlesztési Operatív Program, amelynek hát már most azért nagyon sok kézzelfogható eredménye van. Igen, ez a topos, ugye ez az egyetlen olyan, amit nem országosan pályáztak a települések, hanem ezt Bács-Kiskun megyei települések, Bács-Kiskun megyébe a megyei önkormányzat koordinálásával adták be a pályázatot, és nyerték meg a pályázataikat. Ebből most már lassan elérjük a 20%-át a megvalósított pályázatoknak, tehát amelyek átadásra kerültek, természetesen akkor is még a 80 az hátra van, a 80%-a, és hát folyamatosan készülnek el egy-egy településen, a megye különböző részein. Most legutóbb éppen Ballószögön voltunk, ahol egy energetikai felújítás, meg egy óvoda történt, átadása történt meg, de hát a megye különböző részein is voltunk, tehát út átadás is volt éppen, úgyhogy nagy örömére szolgál minden egyes településnek, hiszen Bács-Kiskun megyében el lehet azt mondani, amit
nem minden megyében lehet elmondani, például a polgármester vendégeink is a polgármester fórumon, a máshonnan érkező polgármesterek is elmondták, hogy náluk bizony nem minden település nyert a megyei topos pályázatukon, Bács-Kiskun megyében minden egyes település, és nem is egy projektet, hanem több projektet nyert. Nyilván a kisebb településeken is nagyon fontos az, hogy fejlődjön akár az óvodai ellátás, akár az egészségügyi ellátás, hogyha az emberek mennek azért egy mai korban, már nem lehet a 50-60 évvel ezelőtti színvonalon biztosan jól megépített, de hát azóta megkopott körülmények között, hát még az orvosnál se jó így várakozni. Tehát a Bács-Kiskun megyében minden egyes településen lesz fejlesztés. Említettük már a megye értékeit, és hát tulajdonképpen a nagyszerű borok, a pálinkák mind a megye értékeihez tartoznak, de hát vannak nekünk kiemelkedő tehetségeink, humán erőforrásunk is, hogyha lehet ezt mondani mindenképpen. És egy rendezvénysorozatot indított a megye helyi arcok címmel. Igen. Mit akar ez? És mi az, ami már megvalósult belőle? A helyi arcok, ez egy elképzelés arról, hogy mutassuk be azokat az embereket, akik sokat tesznek a közösségért. Ezt többféleképp a megye elősegíti, hiszen alapvető célunk tényleg a közösségépítés, akár a borászoknál, de akár minden egyes kis településen, hiszen közösen adtunk be, és nyertek nem csak építésre pénzt a települések, hanem a helyi identitás megerősítése, a helyi közösségek fejlesztésére. Tehát az énekkar, a népdalkör, a táncház, tehát melyik településen mit csinálnak éppen, tehát a saját kulturális programjaiknak. Most mi nem régen ismertük el a megyei kitüntetésekkel több mint 40 embernek az életművét, vagy az eddigi végzett munkáját, 10-20-30-40 éves munkáját, és a kitüntetéseken túl úgy gondolom, hiszen ez egy egyszeri alkalom, azért be is kell mutatni ezeket az embereket, akik akár kitüntetésre érdemesek, vagy akár tavaly 3 éve már megkapták a kitüntetést. Úgyhogy most ilyen embereket gyűjtöttünk össze, akik motorjai adott településnek, és róluk, az ő bemutatásukról. Mert hát azért legtöbbször úgy vagyunk ezzel, hogy persze tudjuk, hogy a Pista bácsi az ilyen, meg ezt csinálja, meg azt csinálja, de hát amikor azért tényleg kiül és elmeséli a közönségnek, vagy a televízió előtt, hogy mivel is foglalkozik, azért mindig kiderül, hogy az felét se tudjuk róla, és ugye mindenki úgy van ezzel, hogy ami a közvetlen környezetében van, azt kevésbé, önmagától kevésbé becsüli, csak akkor egyre jobban, hogyha a szomszéd vagy valaki ismeretlen fölhívja a figyelmét, hogy te milyen aranyos, ügyes, értékes ember az a Pista bácsi vagy akárki, és be kell mutatni. Úgyhogy egy ilyen kezdeményezést indítottunk el, hogy településenként egy-egy meghatározó kulturális vagy más szakmai tevékenységet végző ember portréját, önarcképét megrajzoljuk, és bemutassuk a településen, illetve a vendégeknek is. Ezt általában kötjük valamilyen rendezvényhez, ahol azért fesztiválhoz, napokhoz, bor, pálinka, liba, rétes, akármilyen napok, hiszen a megyében nagyon sokféle ilyen ünnep van, ezeknek az embereknek a bemutatását. Lezajlott ugye Kunszent Miklóson és Tiszakécskén, október 29-én és november 15-én, és az én információim szerint november 22-én Kiskunmajsa következik majd. Hú, nagyon sok mindenről beszéltünk, nézem, hogy van-e még valami témánk itt fölírva, de már igazából csak arról kell beszélnünk, hogy mi az, ami lesz majd Bács-Kiskun megyében, hiszen a következő napok, hetek sem telnek események nélkül. Lesz például egy turisztikai konferencia holnap után Kiskunhalason. Így van. Amire készül a megye, azon kívül pedig már most készül a 2019-es utazás kiállításra, ami ugye nagy lépés volt az idén, vagy tavaly volt először, ugye, ha jól emlékszem, hogy Bács-Kiskun megye egyben mutatkozott be egy egységes arculattal. A megye arculatában nagyon fontos a turizmus, és a turizmusnak meg rengeteg ága van, itt van a legtöbb termálvízünk, hogy más nem mondjak, az országban, tehát a termálvizes strand is. Tehát nekünk elsőrendű érdekünk a turizmus, az idegenforgalomnak a bemutatása, és hát erre lesz alkalom a konferencián is, ahol, és a hát napokban fogjuk aláírni egyébként az utazás kiállításos szerződést is, és hát tavasszal meg lesz az utazás kiállítás, ahol
az előző évi sikereken fölbuzdulva, hiszen akkor is a megyei standot tartották a szakmabeliek a legjobb standnak, a kiállító helynek, hiszen egy adott zárt térbe nagyon sok érdekességet tudtunk összehozni. Hát a megye látnivalóit, most ha egy város kiállítja maga 4-5 látnivalóját, az azért kevesebb, hogyha 4-en csinálják ezt 4x4-be, akkor is kevesebb, mint hogyha egy adott helyen ezt meg lehet nézni, kóstolni, fogni, látni és tapasztalatokat szerezni róla. Úgyhogy lesz ilyen is, és most a 20, több mint 20 település és még néhány céget fogunk össze a tavaszi kiállításon, ahol díszvendég Bács-Kiskun megye és Kecskemét közös kiállítással fogunk megjelenni. Ebben a hónapban még lesz egy megyei közgyűlésünk is, ahol az aktuális dolgok kerülnek elő, és egy csomó tájékoztatót hallgatunk meg, meg a költségvetésről beszélünk természetesen. Úgyhogy hiszen ez a megyei projekteknek, amit most fölvillantottunk néhányat ebből a boros témától kezdve az utazás kiállításon keresztül is, meg a közösségépítő, meg az ösztöndíj program, minden. Tehát a megyei önkormányzatnak nagyon széles a látómezeje, meg amivel foglalkoznak a kollégák és a megyei önkormányzat tagjai is. Ez lesz az utolsó, az hát idén közgyűlés? Ez évben igen. Tehát akkor ezzel lezárja a megyei közgyűlés a 2018-as esztendőt. És hát ugye ünnepélyes szerződéskötés Bács-Kiskunban itthon vagy ösztöndíj pályázat, az is még december. Ugye decemberre vár, tehát nem lesznek eseménytelenek a következő hetek sem. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm ezúttal szépen. Is, és természetesen számítunk majd önre a jövőben, várjuk az újabb információkat, és nem biztos vagyok benne, hogy Bács-Kiskun megye lakossága, a televízió nézők várják már ezt a műsort, és sok érdekes és mindenképpen hasznos információt Bács-Kiskun megyéről. Tartsanak velünk a következőkben, és már köszönjük a figyelmüket. Ez volt a Mi Megyénk című magazin műsor, amely a Bács-Kiskun megyei helyi televíziók egyesületének jóvoltából készül, itt a Kiskörös Televízió stúdiójában. Viszontlátásra!